Szemerei Leventétől, mint az ország két legjobb junior korú középpályafutójának egyikétől, egy jó helyezés volt már elvárható a magyar felnőtt fedett pályás bajnokság döntőjében is. Egy jó időeredmény, semmi több. Ehhez képest a 3000 méter döntőjében 8 perc 21 másodperces idővel óriási véghajrát kivágva felnőtt OB bronzérmet szerzett egyéni csúccsal, ami Csillag Balázs visszavonulása utáni másfél évtizedben egyetlen szekszárdi atlétának sem sikerült eddig. Levi azonban nagyon bízott a legutóbbi évben elvégzett minőségi munkában, és a kimutatható fejlődése alapján a kiugró eredményben, ami olyan remekbe szabott lett, hogy ezzel a 8 perc 21-jel az európai ranglista 5. helyét foglalja el 3000 méteren éppen. Nagyon örültem neki, hogy sokáig voltam a második helyen is, és így most az 5. vagyok, igen. Ehhez egy jól kidolgozott taktika is kellett, és ebben kulcsember volt egy edzőtárs, egy klubtárs, Deák Bálint, aki 1000 méterig a teljes felnőtt mezőnyt meglepő tempót, gyilkos tempót diktált, kifulladásáig felvállalva a nyúl szerepét. Nagyon örültem neki, hogy segített a Deák Bálint, mert igazából rajta kívül nem lett volna senki se, aki segít jó időt, iramot futni. A Bálint már Pécsen tanul, hogy ritkábban szokott lejönni edzésre, de igen, versenyeken még lesz ilyen. Ami kezdő fiúként nyekle-nyakla mozgású vékony dongájú Levit, a szekszárdi tréner legenda Németh Gyula fedezte fel annó, és rábízta az edzői poszton őt követő tanítványára, Szőke Balázsra, aki 4-5 évvel ezelőtt a Kecskemétre történő távozása után kezdett el foglalkozni Szemerei Leventével. Gergő, mint a német módszerek követője, mi több elkötelezettje és már ismerője is, képes volt tovább csiszolni a nemes fémet, az edzői rátermettségét, kvalitásait ezzel fényesen bizonyítván. Voltak hullámvölgyek, hullámhegyek, Levente is a serdülő korszakot megélte, szerencsére már túlélte, tehát most ez az utóbbi pár eredmény mutatja is, hogy át tudott ezen lendülni, és az utóbbi időszaknak a munkája juttott el ide. Németh Gyula által, de az ő edzője, Híres Laci bácsi kezdett el egy olyan szakmai munkát Magyarországon, aminek próbáljuk mi a dolgait továbbvinni. És hát én minden Gyula bácsinak köszönhetek. Tehát én nekem ő volt az edzőm, 9 évesen kerültem le ide a pályára, ugyanígy a kettes öltözőben, a sportcsarnokban, mint ahol most is találkoztunk. Úgyhogy hát nekem meghatározó az életemben, nem csak mint edző, hanem mint szinte pótapuka. És hát ami szakmai dolog, azt meg mindent őtőle tanultam, és próbálom tovább vinni az ő szemléletét. Ez pedig az állandó párbeszéd, az edzésnaplóban minden rezdülés, feljegyzése és azoknak értékelése, vagyis a tehetséggel egyfajta szimbiózisban élés. Nem csak mint szakmailag, mint edzés, hanem edzés után is sokat beszélgetett velünk, és talán ennek is az eredménye, hogy a Levente a mai napig itt van, és sportol, mert szerintem ez a legnagyobb dolog, hogy ő mint 19 évesen mai napig jön le edzésre, és megadta a lehetőségét annak, hogy felnőtt atléta esetleg egy szekszárdi olimpikon vagy egy világbajnoki résztvevő legyen. Nem állom erről beszélni Szemerei Leventével kapcsolatban, már biztos nyári EB résztvevő, és egyáltalán nem elégedett a 8-21-jel, azt mondja, megcélozza még az idén a 8-15-öt, de a 8 perc 10 másodperc elérése sem lenne elképzelhetetlen kategória. Ha valaki ezt a szintet teljesíti, könnyen megeshet, hogy vezetheti, de legalábbis az élmezőnyben találja magát a hivatalos európai junior és világranglistán. Persze a távlati nagy terv az akadályfutás 3000 méteren. Előbb bizonyítani, aztán betörni felnőttként is a nemzetközi elitbe ebben a versenyszámban. De összességében még egy jó darabig 3 vasat tart majd tűzbe Szemerei Levente. Hát vagy 3000 akadály lesz, vagy 3000 sík, az még kiderül majd a mezőnytől, de akadályon több esélyem lenne. Hát májusig 3000-en szeretnék 8-10 körül futni, 1500-en is szeretnék 350-en belül futni, meg 5000-en 14-15 körül, de az akadályon szeretnék nagyon jót futni, 9 percen belül.